Megújul a túfürdő. A 220 millió forintos beruházás keretében új családi csúszdát, napozóteraszt és öltözőket, valamint ingyenes wifi hálózatot építenek ki a fürdő területén. Télen kevesebb a véradó, az időjárás és a közlekedési nehézségek miatt kevesebben jutnak el a véradó állomásokra. Vitaminpótlás. Kedvenceink számára fontos, hogy megfelelően pótoljuk a vitamin szükségletüket a téli hónapokban. Új családi csúszda, napozó terasz, megújult öltözők és ingyenes wifi várja majd a nyári strand szezonban a tófürdő látogatóit. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az idei szezon kezdetére szinte teljesen megújul a tófürdő. A 220 millió forintos beruházás munkálatai január második hetében elkezdődtek, és várhatóan nyár elejére be is fejeződnek. Már elkezdődtek a bontási és a felújítási munkálatok a tófürdő területén. A látogatók igényeit jobban kiszolgáló, modernebb és kényelmesebb környezet várja nyártól az ide látogatókat. A főbejárat teljesen átalakul, akadálymentessé válik, és a több mint 30 éves csúszdával sem találkozhatunk már többet. Január 7-én adtuk át a munkaterületet a vállalkozónak, a Nyíregyházi tópfürdő fejlesztése című projekt, amely egy a városi tópforrásból valósul meg, egy 220 millió forint értékű beruházásról van szó. Lényegében az egész beléptetőrendszerünk megújul, a közlekedési kapcsolatok, öntözőrendszert kap a fürdőnek a zöld felülete, a medencét ez csak a zuhanyzókat érinti, ugyanakkor új csúszdát fog kapni majd a régi 86-ban épült csúszda már elbontásra kerül. Egy családi csúszda épül fel ugyanannak a helyén. A vizes blokkok elhelyezkedése eddig nem volt praktikus, a tervek szerint ezek teljesen megújulnak és egyszerűbben megközelíthetővé is válnak. Öltözőkabinokat, öltözőszekrényeket és váfás öltözőket alakítanak ki. A napozást kedvelők számára pedig egy nagy téget építenek. Lesz a központban a tó közepén a régi nagy 50 négyzetméteres stég is visszaállításra kerül. Természetesen a öltöző rendszernek az átalakítása nagy problémát okozott az, hogy korábban a női és a férfi vici teljesen egymástól távol volt, most egy központi vizes blokk és öltöző épül ki, úgyhogy ezek azok a fő elemek, amelyek a beruházást jelentik, illetve nyilvánvalóan a fa felületek, hiszen ez egy műemlék jellegű épületről van szó, ezeknek a védelme történik meg a beruházás keretében. Terveink szerint június közepén szokott rendszerint meg fog nyitni a tófürdő. Az elmúlt években is ugye ez nem egy fix időpontban, hanem mindig a tónak a hőfoka határozza meg, hogy mikor nyitjuk ki. A munkák még csak ugye most kezdődtek el, de én bízom benne, hogy az ütemezést ugye látva, hogy június közepén a vendégeknek megnyithatjuk majd a fürdőt. A fejlesztések mellett nyártól térkövezett sétányok és kiszolgáló egységek is várják a kikapcsolódni vágyókat. Az idei járvány előtt a várt, igen optimista 20%-os bővülést is jóval meghaladta a kereslet az influenza elleni védőoltásra, így januárra kimerültek a legnagyobb védelmet nyújtó négy komponensű oltóanyag, a Vaxigrip Tetra vakcinából felhalmozott készletek, írt a közleményében a Sanofi. A gyógyszergyártó cég kiemeli, időnként némi utánajárással, de a három komponensű vakcina még elérhető azok számára, akik a járvány előtti utolsó pillanatban még beszeretnék oltatni magukat. A házi orvosok továbbra is arra hívják fel a figyelmet, hogy bár két hét szükséges a védelem kialakulásához, mégis aki teheti, az oltassa be magát. Magyarországon az influenza ellen beoltottak aránya nemzetközi összehasonlításban rendkívül alacsony, mindössze 6-7%, ami töredéke a Németországra vagy az Egyesült Államokra jellemző 40% feletti, de az oroszországi 30%-os aránynak is. Több helyen egészségtelen a levegő minősége a magas szállópor koncentráció miatt, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt írták, az északi északkeleti ország részben több helyen is romlott a levegő minőség. Emellett a levegő higiénés index alapján további 19 településen kifogásolt a levegő minősége, köztük Nyíregyházán is. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a légúti megbetegedésben szenvedők számíthatnak tüneteik felerősödésére. A Népegészségügyi Központ az egészségtelen levegő minőségű helyeken nem ajánlja a hosszabb ideig szabadban tartózkodást.
Magyarországon 1991-hez képest 15%-kal sikerült csökkenteni a rák miatti halálesetek számát. Az Egyesült Államokban ez a szám 27%, Csehországban pedig 30%-os a csökkenés, míg Észtországban, Litvániában vagy Görögországban alig tudtak javítani az eredményeken, sőt, vannak olyan országok is, ahol 25 év alatt még romlottak is a rákhalálozási arányok, mint Dél-Koreában, a szomszédos Szlovákiában vagy Brazíliában. Magyarországon továbbra is évről évre emelkedik az újonnan diagnosztizált daganatos esetek száma. Egy évben 100 haláleset közül több mint 50-et valamilyen szív- és érrendszeri betegség okoz, miközben a daganatos megbetegedések 25-öt. Magyarországon évente körülbelül 32-33 ezren halnak meg valamilyen daganatos betegség miatt. A nőknél a három leggyakoribb diagnózis az emlőrák, a tüdőrák és a vastagbélrák volt. A férfiaknál a tüdőrák, a prosztatarák és a vastagbélrák áll az első három helyen. A rákos megbetegedésekért elsősorban a szűrővizsgálatok elmulasztása, az elhízás, az alacsony gyümölcs- és zöldségfogyasztás, a mozgásszegény életmód, a környezeti ártalmak és az alkoholfogyasztása felelősek, de a legfontosabb kockázati tényező továbbra is a dohányzás, ami a rákos halálesetek 22%-áért felelős. A hosszantartó hideg időben kiemelten fontos, hogy tartós élelmiszerekkel, tüzelővel és meleg ruházattal segítsük a nehéz körülmények között élő családokat, mondta el televíziónknak Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója. Hozzátette, a szervezet munkáját a téli időszakban az is nehezíti, hogy kevesebb önkéntes jut el a véradó állomásokra. Télen a betegségek és a közlekedési nehézségek miatt kevesebb a véradó, éppen ezért a vérkészletek állandó szinten tartására és a véradás fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt. Arra kérik a véradásra alkalmas donorokat, hogyha megtehetik, továbbra is járuljanak hozzá a rászoruló betegek megsegítéséhez. A karácsonyi adománygyűjtés és adományosztás követően a január, február, március még mindig abba az időszakba tartozik, amikor igyekszünk tartós élelmiszerrel segíteni a rászorulókat, hiszen a rászorultság, a szegénység, az élelmiszerek hiánya ezekben az időszakokban is fennállnak, főleg akkor, hogyha a tél tartós marad, akkor ugye a tűzifa, a fűtés is nagy nehézséget jelent azoknak a családoknak, akiknek a megélhetése az több tényezőtől olyan mértékben függ, hogy nem biztos, hogyha tűzifára tudott költeni, akkor marad mondjuk élelmiszerre. Ezeket a családokat minden két hétben igyekezünk segélyezni. Azokat a dolgokat tudjuk nekik továbbadni, ami hozzánk is beérkezik. Szerencsére meleg ruhával mindig tudjuk őket segíteni, abból viszonylag nagy készleteink állnak rendelkezésre, viszont ha bárki úgy érzi, hogy segítene a rászorulóknak ebben a téli hideg időszakban, akkor tartós élelmiszer, tisztálkodószereket, mosószereket az egész év folyamán nagyon szívesen fogadunk. A lakosság azonban nem csak véradással segítheti a rászorulókat. A decemberi adománygyűjtés befejeztével is van lehetőségünk a nélkülözők támogatására. A tartósan hideg időben a Vöröskereszt dolgozói fokozott figyelmet fordítanak a nehéz körülmények között élő családokra. Véradások tekintetében a január-február az mindig egy kritikus időszak, ugyanis ebben az időszakban magasabb a felső légúti megbetegedések száma, és a gyógyszerszedés mellett, illetve a megbetegedés mellett azok a véradók, akik egyébként rendszeresen járnak véradásra, és egy belső elhívásuk, ösztönzésük van arra, hogy segítsenek az embertársaikon, sokszor ők sem tudnak eljönni a véradásokra, viszont ahhoz, hogy a vérkészlet megfelelő mennyiségben álljon az egészségügy rendelkezésére. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a kieső véradókat is pótoljuk. Arra szeretnénk fölhívni ilyenkor a lakosság figyelmét, hogy az, aki egészségesnek érzi magát, nincsen semmilyen fajta olyan betegsége, amiről ő tud. Elmúlt 18 éves, még nincsen 65 éves, a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, jöjjön és adjon vért. A véradás az adakozásnak egy nagyon szép formája, hiszen valami olyat adunk egy másik embertársunknak, ami semmi mással nem pótolható, semmi mással nem váltható ki. A Vöröskereszt változó helyszíneken folyamatosan szervez véradásokat, a tárgyi felajánlásokat pedig a Nyíregyházi Malom utcai központba lehet eljuttatni.
Egyre többen vásárolnak lakást hitelből, 2,5 év alatt 42%-ról 56%-ra nőtt az arányuk. Az ingatlan árak növekedésével párhuzamosan emelkedett a felvett jelzálog hitelek összege is. Ez főként Budapestre jellemző. A fővárosban néhány hónap alatt 32-ről 38%-ra nőtt a legalább 15 millió forintot elérő jelzálog hitelek aránya, míg Nyugat és Kelet-Magyarországon a legtöbben 5-10 millió forintos hitelt igényelnek. A nagyobb hitelösszeghez azonban biztonságosabb és a jövedelem terhelhetőség miatt életszerűbb, hosszabb kamatperiódust választottak az ügyfeleink, nyilatkozta Fülöp Krisztián, a Duna House Hitelcentrumának vezetője a hiradó.hu-nak. A lakáshitelpiac jövője szempontjából az is kedvező képet mutat, hogy a 30 és 59 év közöttiek negyede érdeklődik lakásvásárlás iránt, 5%-uk pedig szinte biztosra veszi, hogy a következő egy évben ingatlant vásárol. Leginkább a 30-as éveikben járók számolnak a hitellel, 41%-uk oldaná meg így a vásárlást, míg az 50-es korosztály képviselőinek mindössze 14%-a hagyatkozna a bankokra. Kizárólag saját forrásból vagy családi segítséggel mindössze 25% tervezi a lakásvásárlást. Budapest vagy a fővárosi agglomeráció környékén a megkérdezettek 30%, míg a kisebb vidéki városokban 28% vásárolna lakást szívesen. A megyeszékhelyeket a felmérésben résztvevők 20%-a választaná. A községek ugyanakkor kevésbé kapósak, lakásvásárláson gondolkodók 13%-a tartja elképzelhetőnek, hogy ott telepedjen le. A külföldi lakásvásárlás pedig mindössze a magyarok 1%-ánál jön szóba. A téli időszak nem csak az emberek, hanem a kutyák számára is veszélyes. A négylábúak egészségének megóvása érdekében ugyanolyan fontos a vitaminpótlás, mint gazdáiknak. Kedvenceink számára ráadásul télen a sózott utak és járdák is ártalmasak lehetnek, ugyanis kikesztheti a tappancsaikat, ami akár komolyabb problémákat is okozhat. A kutya és az ember vitamin szükségletében nincs lényeges eltérés, mivel az emlősöknél kisebb különbsége, de hasonlóak az igények. A legnagyobb különbség a C-vitamin szükségletben van. Ez az ember számára létfontosságú, a kutya szervezete azonban előállítja természetes táplálékából, a húsból. Kúraszerűen azonban ezt is érdemes megemelni kedvenceinknél. Gyakran szükséges a négylábúaknál a B-vitamin pótlása. A megfelelő mennyiség hiánya gyengeséget, szívrendellenességet okozhat, de szembántalmakhoz, valamint bőr- és szaruhártya elváltozásokhoz is vezethet. A téli felkészítés itt a fontos. Itt elsősorban a többletenergiára gondolok, tehát akár tápban érdemes olyat választani, ami többletenergiát ad, illetve jobb minőségű tápot a téli időszakra, valamint szükség esetén vitamin és ásványanyag pótlás is indokolt lehet, illetve immunerősítők, speciális immunerősítők szedése lehet javasolt. Ezeket meg lehet oldani úgy, hogy vagy maga táp tartalmazza, vagy pedig külön táplálék kiegészítőként por, valamilyen folyadék, vagy nagy tabletta formájában, és ezt ugyanúgy, ahogy nekünk is naponta folyamatosan szedni kell. Télen a hideg és a kevés vitamin mellett azonban más veszélyek is leselkedhetnek négylábú kedvenceinkre. Ezek közül az egyik legveszélyesebb, hogy míg mi örülünk a sózott utaknak és járdáknak, hogy nem csúszunk el rajtuk, addig a kutyák tappancsait nagyon kikesztheti a só. Ez pedig akár komolyabb problémákhoz is vezethet. Egy hosszú séta azért fel tudja marni maga a só a tappancsot. Elméletileg ma már nem illik, illetve beszüntették azoknak az útszórósoknak a használatát, ami súlyos károsodást okozhat, de gyakorlati életben azért tapasztaljuk azt, hogy igen komoly fájdalmakat és sérüléseket tud okozni a kutyusnak. Meg kell itt említeni még a jeges utat, illetve a jég által okozott vágott sebeket is, elég gyakori, hogy beszakad alattuk, akár egy kis tócsa, vagy bármi, tehát nem feltétlenül egy óriási jégtáblákra kell gondolni, és ilyenkor gyakran kerülnek apró karcolásos sebek a tappancsra, a lábvégre, és ezek vérezhetnek, kellemetlenséget okozhatnak, illetve nagyon éles fájdalommal járnak. Ami talán a legegyszerűbb, hogy minden séta után, hogyha van rá lehetőség egy langyos vizes lemosást a tappancsokra, ez a legjobb, kicsit szárazat törölni, és szükség esetén tappancsvédőkrémmel be lehet kenni. Megelőzhető a sózás okozta probléma, például ha só helyett más csúszásmentesítőt használunk a ház körül.
Ilyen lehet a homok, a faforgács vagy fahamu, de több nemzeti parkban is sikeresen alkalmaztak már gránitkő zúzalékot. Tizenöt pontos vereséget szenvedett az Éllovastól a Sunshine Nyikse együttese. A nyíregyházi kosarasok az MB2 keleti csoportjának 12. fordulójában a Ceglédet fogadták, és a vendégek 80-65-ös győzelemmel távoztak a Bánki csarnokából. Kovács Tibor együttese pénteken a Vásárhelyi Kosársuli csapatát fogadja. A két csapat tavalyi helyezését első, illetve második, és a jelenlegi tabellán elfoglalt pozíciókat tekintve is rangadót játszott a Cegléd és a Sunshine Nyikse. Szép számú közönség előtt az első negyedben fej-fej mellett haladtak a csapatok, 10 perc játék után a vendégek álltak jobban egy ponttal. A második negyedben 6 pontot tett hozzá előnyéhez a Cegléd, fordulás után pedig ellépett ellenfelétől az Éllovas. Az utolsó 10 perc ugyan a házigazdának sikerült jobban, de így is 15 pontos vendégsikerrel zárult a rangadó. Azt tudtuk, hogy a tavalyi bajnoki szezonhoz képest ők erősödtek. Két idegenlégiós, új idegenlégiós került hozzájuk, illetve a csapat magja MB1-et megjárt, elsősorban a Szolnok utánpótlásában, szolnoki csapatban palírozott játékosokról van szó, tehát egy nagyon képzett és szerkezetben is jó csapatról lévén szó. Mi pedig talán azt mondhatom, hogy összességében a tavalyihoz képest gyengültünk. Viszont a sportember, új sportember, hogy, és mi is úgy készültünk, hogy hazai pályán szeretnénk meglepetést okozni, amihez tudtuk, hogy kellenek az extra teljesítmények, elsősorban a kinti dobások. Sajnos ezek nem úgy jöttek be a mérkőzés elején, hátrányba kerültünk, 15-16 pontos hátrányba, azt már a meccs végére nem tudtuk ledolgozni. Az NB2 keleti csoportját a Cegléd vezeti Kidesz győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval álló Szolnokot és a Deac Campus Fesztivál együttesét. A Sunshine Nyikse 7 győzelemmel és 3 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást. Tegnapi edzésen beszéltünk erről az értékelésnél, hogy még kevés ment le, tehát lényegben egy harmada ment le a mérkőzéseknek, illetve hát közelítünk már most már lassan a feléhez. Igazából olyan meccset nem veszítettünk, ahol azt mondom, hogy mi esélyesek lettünk volna, mert a közvetlen riválisok otthonában szenvedtünk Debrecenben, illetve Szolnokon vereséget, illetve hát ez a hazai vereség is a realitás talaján maradva borítékolható volt. Én azt gondolom, hogy akár lehetett volna ez az utóbbi mérkőzés nagyobb arányú is, de a végjátékból mi jöttünk ki jobban, és azért egy tisztes vereséget szenvedtünk. Összkép alapján én azt gondolom, hogy a realitás talaján maradva ott vagyunk, ahol most a csapatjáték ereje mutatkozik. A Sunshine Nyikse pénteken ismét hazai környezetben lép pályára, 19 órai kezdettel a Vásárhelyi Kosársulit fogadja Kovács Tibor együttes a Bánki csarnokában. 30 ezredik látogatóját várja a nyíregyházi városi jégpálya. A korcsolyázók és jégkorongozók állandó vendégek. Emellett a következő hetekben különböző programokat kínálnak a jeges sportok szerelmeseinek az üzemeltetők. Az elmúlt év márciusának elején adták át Nyíregyházán a városi jégpályát, több évtizedes álmát beteljesítve a jeges sportok szerelmeseinek. A szabvány méretű küzdőteret azóta belakták a korisok és a jégkorongozók, sokan húznak korcsolyát a megyeszékhely lakói közül is, így szűk egy év elteltével már a 30 ezerhez közelít a látogatók száma. Az üzemeltető nyíregyházi sportcentrum a következő hetekben több programmal igyekszik kedvet csinálni a jeges sportokhoz. Szeretnénk színes programokkal megtölteni a jégpályát, és most pénteken, vagyis január 25-én 7 órától egy bike party várja majd a látogatókat. Természetesen a White Partyhoz illően mindenkinek fehérben kellene érkeznie, és bízunk abban, hogy nagyon jó hangulatban fognak tudni majd korcsolyázni. Majd később a februári időszakban, február 19-én szeretnénk rendezni egy sorversenyt az általános iskolák részére. Az első 10 általános iskolának a jelentkezését fogjuk elfogadni, és bízom benne, hogy nagyon sokan fognak jelentkezni, és problémát fog jelenteni az, hogy kikerülhet be az első 10-be. Valamint a Valentin napra is szeretnénk valamilyen meglepetéssel szolgálni. Azt még el kell döntenünk, hogy pénteken vagy szombaton, de meg fogjuk találni azt az időpontot, amikor a jégkorong mérkőzések megengedik azt, hogy Valentin napi partit tarthassunk, és természetesen, ahogyan az nem meglepő, jégkorong mérkőzésekkel
utánpótlás jégkorong mérkőzésekkel is folyamatosan várja a jégpálya nézőket, és bízom abban, hogy nagyon sokan fogják megszeretni a jégkorongot is, illetve a korcsolyázást. A nyíregyházi jégkorongozó korosztályos csapatai február 10-én, 16-án és 23-án, valamint március 10-én lépnek pályára miskolci, hatvani, békéscsabai, kazincbarcikai, jászberényi, sátoraljaújhelyi és debreceni riválisok ellen. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 220 millió forintból újul meg a sóstói tófürdő. A beruházás keretében többek között új családi csúszdát és napozó teraszt építenek, felújítják az öltözőket, és ingyenesen használható wifi hálózatot alakítanak ki a látogatók számára. Az időjárás és a közlekedési nehézségek miatt télen kevesebben jutnak el a véradó állomásokra, hívja fel a figyelmet a Magyar Vöröskereszt. A vérkészletek pótlása mellett a hosszantartó hideg időben kiemelten fontos, hogy tartós élelmiszerekkel, tüzelővel és meleg ruházattal is segítsük a nehéz körülmények között élő családokat. A téli időszak nem csak az emberek, a kutyák számára is kihívásokkal teli. Nem szabad megfeledkeznünk a négylábúak vitamin pótlásáról ebben az időszakban. Kedvenceink számára télen a sózott utak és járdák is ártalmasak, ugyanis kikezdi a tappancsaikat, ami akár komolyabb problémákat is okozhat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 23-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérhetik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerdán este erősen felhős vagy borult lesz az ég, havazás, hózápor előfordul. Az északi szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3-4 fok körül alakul. Csütörtökön túlnyomóan borult lesz az ég, havas eső, hózápor, havazás egyaránt előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 fok körül alakul. A következő napokban gyakran követik egymást a nedves léghullámok, változékony időben lesz részünk, csupán időnként lehet szakadozottabb a felhőzet, rövidebb időszakokra süthet ki a nap. Hazánk több pontján, illetve több alkalommal számítani lehet havazásra, főleg a déli és a keleti ország részben havas eső, ónos eső is előfordulhat, pénteken a Dunántúlon viharossá is fokozódhat az északnyugati szél. Marad a hideg téli idő, a maximum hőmérséklet továbbra is fagypont körül várható.